Igazi nagy ágyú látogatott a Continental Arénába keddeste a női röplabda CEF kupa 8. döntőjének első felvonásán. A Fátum ellenfele az Asterix ugyanis 2 évtizede állandó szereplő a nemzetközi porondon, a mostani idényben pedig még az előző fordulóban a Bajnokok Ligájában szerepeltek, ahonnan a holland bajnok ejtette ki őket. Az sem mellékes, hogy belga bajnokként 4 válogatott játékossal a keretben érkezett Nyíregyházára az Asterix. Így egyértelműen a belgák számítottak a találkozó esélyeseinek, hiába menetel a Nyírség gárda ebben a szezonban, legutóbbi 7 mérkőzését zsinórban megnyerve. A jó formát erre a meccsre is próbálták átmenteni a nyíregyházi lányok, rögtön az első szedben meg is lepték a belgákat, 3-1-es vezetés után aztán 6-6-ig, majd 11-11-ig közel fej-fej mellett lépkedtek előre pontokban a csapatok. Ezt követően sikerült ellépni az Asterixnek, 14-17, 17-21 is volt az állás, bár néha a Fátum feljött egy pontra. Végül a belgák 25-18-ra nyerték az első szettet. A második játszma elejét az Asterix nyomta meg jobban, 7-2-re húzott el, de ismét nagy erőket mozgósított Várdez vezetésével a Nyíregyháza, 9-8-ra fel is zárkóztak. A belgák azonban pontos támadásaikkal és nagyszerű blokkjaikkal ismét nagyobb előnyre tettek szert, 21-16 is volt már a különbség, az 5 pont aztán 7-re nőtt a végére, 25-18-ra a második játszmában is az Asterix bizonyult jobbnak. A Fátum a harmadik szedben sem adta fel, meglepte ismét ellenfelét. Előbb 3-1-re, majd 3-3 után 6-4-re vezetett, de a belgáknak nem csak az egyenlítés jött össze, hanem a vezetés megszerzése is, és 8-7-re fordítottak. A két gárda közül egyik sem tudott igazán ellépni ellenfelétől jó ideig, majd az Asterixnek mégis sikerült tetemesebb előnyre szert tennie, 5 ponttal 16-11-re mentek. Ezt tovább növelték 7 pontra, előbb 24-14 volt az állás, majd a harmadik játszmát is az előző kettőhöz hasonlóan 25-18-ra nyerték a belgák. A Nyíregyházát a vereség ellenére nem érheti szemrehányás, végig próbáltak lépést tartani jóval erősebb ellenfelükkel szemben, sokszor sikerült meg is lepniük őket, és nem csak több pontos hátrányukat dolgozták le folyamatosan, hanem több esetben az előny is náluk volt. A mérkőzésen azonban végül kijött a két együttes közötti különbség, és megérdemelten nyerte 3-0-ra a találkozót az Asterix. Minden esetre, aki kilátogatott, egy magas színvonalú, izgalmas mérkőzést láthatott. Visszavágó január 10-én Belgiumban, ahol egy igen kemény mérkőzés vár a Fátumra, kisebb fajta csodára lenne szüksége a nyíregyházi lányoknak a továbbjutás kiharcolásához.